A mi képzésünk arról szólna, hogy különböző képzőművészeti technikákat alkalmaznánk, és azokat bemutatnánk, hogy hogyan kell a gyakorlatban alkalmazni. Például kooperatív módszerek alkalmazását a képzőművészeti órákon, és külön így a tehetséges tanulókkal való foglalkozás lehetősége is nagyon kifejezésre tudna jutni. Próbálnánk egy újfajta szemléletváltást követni, és hogy a gyakorlati tudást így gazdagabbá tegyük. Bátorságot, magabiztosságot tudnánk a tanulóknak ezáltal biztosítani. És akkor van egy nagyon-nagyon jó ötletünk, hogy a képzés után egy rajzpályázatot hirdetnénk meg, ahol az új technikákat alkalmaznák a pedagógusok, akik ezt a képzést végigcsinálják, és ezt a képzés utáni pályázatot jutalmaznánk is a gyerekeknek.